Dr. Hoffmann Rózsa országjáró körútján Balatonkenesére a Pilinszky János Általános Iskolába érkezett, ahol sajtótájékoztatót tartott Együtt a jó iskoláért címmel. Tömör István polgármester szerint zöggenőmentesen lezajlott az átadás, napi kapcsolatban vannak a tankerülettel. A Balatonalmádi Központtal működő szervezet igazgatója beszámolt arról, hogy 10 település tartozik hozzájuk, az eddigi 5 átvett intézmény mellett márciustól a Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium is a tankerület része lesz. Szabó Károlyné, a helyi általános iskola igazgatója szerint jó helyzetben van az intézmény, az önkormányzat sokat segít nekik. A szakállamtitkár elmondása szerint az ország minden pontján sikeresen lezajlott az iskolák állami fenntartásba vétele, és jó esélyt lát arra, hogy szeptembertől megtörténik a pedagógusok béremelése. Alulfizetett pedagógusoktól nem lehet azt várni, hogy heti 32 órát a gyerekek körében töltsenek, és mellette még azért egyéb munkákat is ellássanak, azt, hogy állandó önképzéssel fejlesszék magukat, azt, hogy minden egyes gyerekkel még többet törődjenek, hiszen a gyerekeknek erre van most szükségük, hogy a tehetséggondozást elemi feladatuknak tekintsék, és hogy az új dokumentumokból felkészüljenek úgy, hogy hiszen a jövő tanévtől felmenő rendszerben indul az új nemzeti alaptanterv és a kerettantervek szerinti tanítás. A sajtótájékoztató után dr. Hoffmann Rózsa pedagógusoknak tartott előadást a közoktatás megújulásáról. Hangsúlyozta, hogy az állami fenntartás célja az egységesen magas színvonal biztosítása. A mindennapos testnevelés mellé a következő tanévben bevezetik az erkőstant és a hittant. Beszélt a tanfelületi rendszer indításáról, a pedagógus életpálya modellről.